Jelentős változásokat indíthat el Budakalász központjában az elfogadás előtt lévő új helyi építési szabályzat és szabályozási terv. Új parkok, közösségi terek jöhetnek létre a Lennfonó területén és környékén. Fórumon azokat a terveket mutatjuk be, amelyek eddig elkészültek, mind a Budakalász Lennfonó, tulajdonképpen a Kóskároly Művelődési Ház udvarának a fejlesztésére vonatkozóan, illetve egy olyan új összeköttetést mutatunk be, amelyek a Ciklámen utca felől összekapcsolják a kialakuló kulturális teret, mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok számára egy rövidebb útvonal kialakításával bekapcsolják a városközpont felé. Tavaly különböző pályázatokon összesen 702 millió forintot nyert Budakalász, ennek jelentős része az idei évben tud megvalósulni. Európai uniós forrásból jelentős fejlesztés kezdődik a Faluház udvarán. Új szabadtéri színpad és megújult zöld felületek jönnek létre. Az Európai Uniós pályázaton elnyert összeget az eredményhirdetés után megkapta a város. A Faluház udvarának rendezésére vonatkozóan egy érvényes közbeszerzési eljárást is folytattak, melynek köszönhetően kiválasztották a kivitelezőt is. A Lennfonó Park további fejlesztését saját forrásból valósítja meg a város, emelte ki az alpolgármester. A munkákat várhatóan néhány hónapon belül elkezdik. Jövő tavaszra, illetve a nyár végére lesznek belőle látható eredmények. A tervezett fejlesztéseknél hosszú távú cél, egyebek mellett, hogy egy egységes Lennfonó Park kép alakuljon ki a lakosok előtt, emelte ki Kálmán Kinga, főépítész. Azt szeretnénk, hogy ez a terület egy olyan parkká váljon a város központjában, amelyiket sokan tudnak használni, és amelyiket mindenki fölismer, hogy ez a Lennfonó Park, bárhol lép be a területére, ott ezt már arculatilag tudja azonosítani. A meglévő épületek közül a legkarakteresebb éppen a Faluház, amelyiknek van egy sajátos arculata, egy sajátos íze, és szeretnénk, hogyha ez a továbbiakban jellemzővé válna az egész Lennfonó Park területén. A Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai is elmondták észrevételeiket a beruházással kapcsolatban. Az elején, amikor megjelent ez a pályázat, akkor volt egy egyeztetés, hogy egyáltalán mit szólunk ez a pályázatot, és mik a mi elképzeléseink, mit lehet ebben megvalósítani, és ahogy elindult a tervezési munka, terepmunka, minden alkalommal részt vettünk, folyamatosan kaptunk tájékoztatást, tehát egy nagyon interaktív, jó párbeszéd zajlott végig. A fejlesztési munkálatok ideje alatt a Faluház munkatársai igyekeznek pontosan és rugalmasan megszervezni mind a szabadtéri, mind pedig a beltéri rendezvényeket.